Idén utoljára indul útjára a jövő vasárnap a Critical Mass által szervezett biciklis felvonulás. 12 évre, napra pontosan, április 22-én volt az első megmozdulásuk. Az volt a cél, hogy megmutassák, Szegeden létezik a két keréken közlekedő kritikus tömege, amely képes a kerékpáros kultúra terjesztésére és egy élhető város kialakítására. Úgy érezzük az elmúlt időszakban, hogy ez valamennyire sikerült is, ugyanis az elmúlt évtizedekben megsokszorozódott a kerékpára közlekedők száma Szegeden. Most jelenleg ott tartunk, hogy felmérések szerint minden ötödik ember kerékpára közlekedik napi szinten a városban, és úgy érezzük, hogy ezt a tömeget, ezt már nem elégséges így megszólítani ebben a formájában, úgyhogy szeretnénk majd másmilyen módon megszólítani azt a közel 30 ezer embert, aki jelenleg Szegeden a kerékpár választja napi szinten. A szervezők szerint ma már másképp tekintenek az emberek a biciklire, mint 12 éve. A kerékpár nem csak sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés részévé vált, ami nem probléma, hanem inkább megoldás a városi közlekedés gondjaira. Az utolsó demonstrációnak is ez a szlogánja, hogy a kerékpár a válasz. Ugye az elmúlt 12 évben rengeteg kérdést föltettünk, hogy lehet élhetővé tenni ezt a város, hogy lehet környezetbarátan élni, hogy lehet megoldani azokat a közlekedési problémákat, ami napi szinten Szegeden vagy akár a nagyvárosokban előfordul, és mindig azt láttuk, hogy igazából tényleg a kerékpár a válasz, hogyha több ezrek, tízezrek kerékpárra ülnek, akkor ezek a problémák igazából megoldulnak, azt tűnik. Az utolsó Critical Mass tehát április 22-én 15 órakor startol el a Domtérről. Aki szeretne részt venni az utolsó, ilyen néven megrendezett kerékpáros megmozduláson, annak közel 18 kilométert kell majd tekernie a várhatóan több ezres tömeggel.